Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke Illés Tibor mesélt nekünk életéről, kapcsolódásáról a szövetséghez. De sok mindent megtudhattunk a régi időkről, a bukovinai székelyek hányattatott sorsáról, mindennapjaikról, szokásaikról. A gyerekeknek nem volt, tehát mindig úgy beszélgettek a felnőttek, főleg ilyen tragikus dolgokról mindig mentek végig is a bukovinai székelyek, hogy inkább mindig maguk, tehát a család felnőtt tagjai beszélték meg, és így otthon nálunk nem volt nagy beszélgetés ilyen szempontból. A szomszédból mindig átjött, mi mamának neveztük, ugye Rózs néni, aki hát az Bukovinában élt. Ugye hát hiába elteltek az évek, meg már ide jöttek ugye a székelyek, ő még mindig azokat az emlékeiket mondta, úgyhogy annyi sokszor mondta, hogy ha Rózs néni 9 éves voltam, mit tudok én? Nem mondja már, hogy ez hol született, az, hogy ő mindenkit ismert, mindenkit tudta, hogy hol ilyen hadikba. És így talán a disznóvágások adtak a lehetőséget, mert akkor ugye a család ugye összefogva mindig a testvérek, tehát apunak a testvérei, és akkor tényleg már az éjszakában menő beszélgetések során akkor elő-elő jött a bukovinai történetek. A gyerekek, emlékszem, az ágy alatt, illetve az asztal alatt hallgattuk, legalábbis én mindig ugye érdekelt a dolog. Úgyhogy végül is az általános iskola elvégzése után ipari iskolába mentem, ahol is szakmát tanultam, tehát cipészként végeztem 76-ban, és hát mindig, tehát az ilyen sablonos dolog nem igazán érdekelt, tehát nem tudott annyira lekötni, úgyhogy ott is végig dolgoztam szalag minden részét. Sokszor mondták is, hogy megbánod, mert dobálni fognak, de aztán végül is nem, hanem így katonaság után, akkor még ugye ilyen moszekvilág így kezdődött, hogy gebinesként kezdtem dolgozni, és akkor végül is valamilyen szinten, tehát a céghez tartoztam, a Bonihoz, illetve mind vállalkozó is már kezdtem, úgyhogy így indult az én munkámmal kapcsolatos maszek világ. Majd utána oktatónak hívtak be, először a Boniba voltam oktató, majd az ipari iskolához kerültem, és ott voltam szakoktató. 9 évet töltöttem, mint szakoktató. Majd közben elvégeztem az ortopéd cipész szakmát, ilyen a cipőkészítés javító. Ezt egyedi felkészüléssel Szegeden vizsgáztam. Ez 1990-ben volt, majd 2000-ben tettem mestervizsgát, ez Pesten volt. Úgyhogy így mind ortopédcipész mester dolgoztam, ugye receptek alapján betegeket így próbáltam tulajdonképpen ellátni. Hát én úgy gondolom, hogy én szerettem a munkámat, és mai napig is szeretem, ugyan már nem dolgozok a szakmámban, de a kihívásokat mindig szerettem, tehát így a szakmával kapcsolatban nagyon megfogott az, hogy ugye ezeket a régi lábbeli készítések, Bikarra dolgoztam a Bikali kastélyban, ugye a középkori lábbeliket, akkor utána honfoglaláskori lábbeliket, cipőket készítettem, csizmákat, akkor bőrműves dolgokat, tehát táskákat, egyebeket, tehát nagyon érdekelt. Úgyhogy egy ilyen közös kiállítás keretében volt a Néprajzi Múzeumban, és volt egy-két tárgyom, amit végül is kiállításra került. Csak hát közben ugye a munkám is szaporodott, olyan értelemben, hogy ugye megnősültem, majd utána hát három család, három fiú van, mondják, hogy egy csinál egy fél étet, így sikerült, úgyhogy hozták a lányokat, hála Istennek, most már mindegyiknek családja van. Azért, úgyhogy így a szakmámban is úgymond sok örömmel volt, és hát a családomon belül, meg hála jó Istennek nagyon jó volt az, hogy a feleségem is ugye ez iránt érdeklődött, a hagyományok, a kultúra, és azért ez sokat jelent, hogy van egy olyan háttér, aki támogat, segít. Ahogy egyre mélyebben megismerte történetüket, kultúrájuk részeit, úgy fogalmazódott meg benne Andrásfalvi Bertalan mondása, miszerint az egyetemes kultúra gyöngyszeme a bukovinai kultúra, mert annyiféle, annyira színes és mély megindító része van.
Nem véletlen, hogy Kodály Zoltán is kétszer látogatott el a vidékre gyűjteni. De ugyanakkor megvan az a fajta szépsége, amit sokszor a mai időben hiányolok, az a visszafogottság. Tehát nálunk nem volt az a sárközies dinom-dánom, meg úgy fölök ezekkel, és akkor úgy táncolunk, hanem úgy visszafogott, és tényleg egyszerűnek tűnött, de nagyon gazdag motivumkincsel, akár a néptánc kultúránk, vagy akár a viseletünk, hát tényleg az magáért beszéltet, tehát amit az ember fölvesz, és az a tulajdonképpen szinte elmondja a belső érzéseit, elmondja azt, hogy hova tartozik. Tehát sok ugyanúgy a vetett tárgyak is hasonlóképpen beszélnek, hiszen gazdagságot bemutatják, tehát ez mindig úgy megfogott engemet. Így kezdődött munkája a bukovinai tradíciók megőrzésében. Régi álma teljesült, amikor végre megépült a székelyház is. Az ott tartózkodásunk után nem épült, tehát most már több mint 80 éve. Először az volt az elképzelés, hogy kintről hozunk egyet, meg is volt egy lebontott épület addig falván, de aztán mégis olyan állapotban volt, hogy az átcsolatok meg különböző ilyen problémák miatt nem láttuk értelmét annak, hogy elhozni, hanem akkor egy újat építeni, és akkor hát mindig volt azért, hála jó Istennek, egy ötlet, ami előre vitte. Na így jött az, hogy a Hargitáról sikerült vásárolni így olcsóbban fát. Ugye, amit azért egy nagy vihar volt, és így azokból a fákból. De hát nagyon nagy gyors menettel készült, késett minden, a hó kitartott, a Hargitára nem lehetett fölmenni, szóval annyi bajunk volt. Na de aztán végül is ugye be volt tervezve, én az előtti évben beharangoztam, ugye 2017-ben volt az alapkövetétel, hogy jövőre ugye már állni fog az épület. Hát igen, május végén jött az anyag, úgyhogy el lehet képzelni, hogy tényleg milyen hajtás volt, és szakembert nem nehéz találni. Aki ért hozzá, én is könyvekből, meg nem is tudom, hogy honnan jöttek az ötletek, hogy hogyan, miként, ugye hagyományos módon teljesen úgy épüljön ez az épület. Tehát ugye gerenda épületek voltak ezek, és akkor belécezve, besározva, tehát mindent, akkor régi könyvekből sikerült olyan ábrákat találni, ami az ablakok, tehát mi az záró, meg az egész, akkor ugyanúgy hoztak kézzel készült tetőanyagot, tehát zsindejt, úgyhogy igyekeztünk mindent úgy elkészíteni, és olyan módon, ami valamikor, ahogy valahogy készült. Az elkészült épületben különböző szakmákat mutatnak be, de még néprajzi táborok is helyet kapnak itt. Rendkívül fontos, hogy a fiatalság megismeri ezeket, mert ha nem adják tovább a szellemi örökséget, a hagyományokat, az eltűnik majd teljesen. Azért el fog jönni az idő, amikor a fiatalok, hiszen beszélhetünk bármit. Hogyha nem tesszük a dolgunkat, és hogyha nem tudjuk bemutatni, hiszen a Bukovinából már elkopnak. Tehát ott már azért ugye fából készült, ahogy említettem, tehát ott már átalakítják, lebontják. Tehát ma holnap már nem lehet bemutatni, és akkor végülis ez azért úgy gondolom méltóképpen be tudja mutatni azt az építkezésünket, amelyet ott kint Bukovinában is látható még egyes helyeken. Szerintem meg kell mutatni a bukovinai kultúrát úgy, ahogyan azokban az időkben volt, hiszen mai világunkban már kevesen fektetnek erre hangsúlyt, és így más irányba változik a hagyaték. A kultúránk mélységét látva, és tényleg ezt a fajta, hiszen a mai világban jönnek, mennek, lehet látni, és következetesen nem állunk ki, és fölhigítjük az egészet, akkor előbb-utóbb el fog veszni. Tehát nem egyszer, mind ahogy sokan mondják, hogy a nyelvünk is ugye nem használjuk. De én úgy gondolom, hogy ha az éneket nem sikeresen énekeljük, akkor már nem az. Ha táncot nem, azokat a táncokat viszük, és sajnos itt is látok problémát, hogy én valahogy, amikor tényleg jártam Pécsre a táncokatóira,
akkor mindig arra azt éreztem, és azt próbálták belénk súlykolni, hogy minél jobban anyanyelvi szinten tanulja meg az ember. És akkor keresem már egy dialektusból táncokat, amikor otthon van, tudja azt, hogy ezt következetesen tudom ezt csinálni. Hát a mai időkben el kell mondanom sajnos, hogy fiataloknak nem mindig van ehhez, és akkor elkezdenek egy csomó dialektust, egy csomóféle táncot tanulni, és akkor ebbe beleszövik, abba beleszövik, tehát ez nem lehet, ezt nem szabad. Úgy gondolom, hogy utána kell járni, nagyon sok felvételünk van, nagyon sok Bordi Júli néni számtalan szó mondta, hogy van bőven miből merítkezni. Igen, és utána kell járni, és meg kell nézni, de ugyanúgy az énekkel kapcsolatban, és úgy a díszítő művészettel kapcsolatban is, tehát a fafaragástól kezdve, hiszen ott is egy kopjafa, az egy emberről szól, ott végigkíséri az embernek az életét szinte, mikor halt meg, mi volt, ugye megvannak azok a szimbólumok, amik ezt jelzik. Úgyhogy hát mindenképpen azt szeretném, hogy ezeket az értékeinket tudatosan csináljuk, végezzük, és így próbáljuk átadni a jövendőnek. Mint ahogy az Hadikfalva könyvében is áll, bármit teszel, megfontoltan tedd, gondolj a jövendőre. Szerinte a lényeg az, hogy az énekben, a táncban is benne legyen az előadó szíve, mert a régiek is örömüket, bánatukat fejezték ki ezzel. Az elnök elmondta, amíg csak lehetősége van rá, addig végzi a sokszor nem könnyű feladatát.